Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. Eszlüsszé Stúdió Kft. Szexárd. www.eszlüsszéstudio.hu. Gyerekgyilkosság. Még egy hónapig biztosan elmeorvosi megfigyelés alatt tartják a gyanúsította. Bűnmegelőzés napja, vetélkedő és együttműködés a vagyonvédelem érdekében. Gyakorlat, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóit segítette a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Az összetartozást erősítették, horvát-magyar futballmérkőzést szerveztek. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Újabb egy hónapig még biztosan elmaorvosi megfigyelés alatt tartják a szexuális gyerekgyilkosság feltételezett elkövetőjét. Ha a Budapesti Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetből ki is engedik, 3 hónapig még biztosan letartóztatásban marad a 19 éves gyanúsított. A férfi a rendőrség eddigi adatai szerint március 8-án brutális kegyetlenséggel gyilkolta meg a saját 6 éves unokahúgát. Fogtam a kis fejét. Akkor itt hátul a koponya rész, ilyen szillángokra éreztem az egészet. A kislány meztelen testét itt az utca mögött folyó patakpartján találták meg még március 8-án. Az anyját sokkolta a látvány. A gyilkossággal gyanúsított férfi megpróbált öngyilkos lenni, miután végzett a mindössze 6 éves unokahúgával. Bejött, megfogta a kés, élesbe fölvágta az erejét. A nyakát. És hát szerintem, hát ha valaki maga, hát ezért akarta magát megölni, mert megbántott. A rendőrség a gyilkosság után sajtótájékoztatót tartott. Kiderült, hogy a gyilkos még a 20. életévét sem töltötte be. Helyszíni intézkedéseink és a tanúkihallgatások során egy 19 éves szexuális férfi gyanúsított kihallgatására, majd bűnügyi őrizetbe bevételére került sor. Megölted a lányomat! Megölted a lányomat! Ez utánat vegyek a börtönbe! Az áldozat dühös hozzátartozói várták a gyanúsított férfit a bíróság épülete előtt néhány nappal később. Belemosolygott a 19 éves gyanúsított a kamerába, miután kiszállt a rendőrségi kisbuszból. Nem sokkal később pedig a nyelvét is kinyújtotta a helyszínen dolgozó operatőrökre. A bíróság akkor úgy döntött, hogy letartóztatják 30 napra. Az egy hónapos letartóztatást a férfi a Budapesti Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben töltötte. A 30 nap most járt le, viszont még újabb heteket biztosan ott kell töltenie. A járásbíróság további egy hónappal meghosszabbította a gyanúsítottnak az Igazságügyi Elme Megfigyelő Intézetben tartásának a határidejét is, mivel az eljárás jelenlegi szakaszában még nem sikerült tisztázni az ő elme állapotát. Ezért további vizsgálatokra van szükség. A bíró szerint a férfi szabadlábra helyezése esetén megszökhetne, vagy akár újra embert is ölhetne. Fennáll továbbá annak a veszélye is, hogy az egyébként munkahelyen jövedelemmel nem rendelkező gyanúsított, aki ellen jelenleg is vagyon elleni bűncselekmény miatt van folyamatban eljárás, újabb bűncselekményt követne el. A gyilkossággal gyanúsított 19 éves támadó akkor sem kerülhet egyelőre szabadlábra, ha az egy hónapos megfigyelése lejár, legalább 3 hónapig ugyanis még biztosan vizsgálati fogságban kell maradnia. Baleset történt szombaton a Bátaszéket Bonyháddal összekötő úton. Egy autó a kanyarban átsodródott a szemközti oldalra, ahol egy szabályosan közlekedő kocsival ütközött. A balesetben a vétkes sofőr könnyebb sérüléseket szenvedett. Ugyancsak ezen a napon szenvedett könnyebb sérüléseket az a motoros, aki fékezés közben esett el Bátaszéken. Vasárnap Madocsán pedig egy teherautó sofőrje nem adta meg az elsőbséget az egyik kereszteződésben egy kerékpárosnak. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a hétvégén még további 14 anyagi kárral járó baleset történt a megye útjain. Egy dombovári csapat képviseli majd Tolna megyét a Házhoz megyünk vagyonvédelmi vetélkedő országos döntőjén. A verseny fordulóját a bűnmegelőzési napon tartották meg. Ugyanekkor a Tolna megyei rendőrfőkapitányság és a Dél-Dunántúli építészkamara együttműködési megállapodást írt alá.
Mindössze 20 másodperc állt a bűnmegelőzési vetélkedő három fős csapatai rendelkezésére, hogy megválaszoljanak olyan kérdéseket, mint például, hogy melyik szervezet biztosítja az emberek általános biztonságát, vagy például azt, milyen szervezettel működik együtt a rendőrség, az Országos Vagyonvédelmi Bűnmegelőzési Program, a Házhoz Megyünk programon belül. A játék idén egy telefonos alkalmazáson keresztül folyt, a családtagokból álló csapatok okostelefonjaikon nyomtak rá a helyes válasz betűjelére. Jó a kapcsolatunk a tamási rendőrséggel, és nagyon fontosnak tartjuk a bűnmegelőzést a fiatalok körében, ugye, hogy felkészítsék őket az életre, illetve hogy felkészítsék őket, hogy milyen veszélyek várnak rájuk. A Házhoz Megyünk programot az ORFK még 2015-ben indította annak érdekében, hogy az emberek biztonságérzete nőjön. A családok jelentkezését vártuk, egy fő felső tagozatos, egy fő szülő, illetve egy fő nagyszülő személyében. Három fős csapatoknak különböző vagyonvédelemmel kapcsolatos kérdésekre kell majd válaszolniuk, illetve lesznek gyakorlati feladatok is. És a versenynek a végén a győztes család fogja Tolna megyét képviselni az országos versenyen. Tolna megyét egy dombóvári csapat képviseli majd az országos döntőn, de senki nem távozott üres kézzel, valamennyi résztvevő csapat vagyonvédelmi eszközöket tartalmazó ajándékcsomagot kapott. A bűnmegelőzési naphoz kapcsolódva együttműködési megállapodást írt alá Szabó Csaba, Tolna megyei rendőrfőkapitány, a megyei bűnmegelőzési tanács társelnöke, és Molnár Csaba, a Dél-Dunántúli építészkamara elnöke. Ennek a megállapodásnak az a lényege, hogy az építészek úgy tervezik majd meg a megye parkjait, épületeit, környezetét, hogy azok megfeleljenek az építészeti bűnmegelőzési irányzat alapelveinek. Mindkét szekszárdi hipermarketben feltűnnek a következő napokban az adóhatóság munkatársai, hogy segítsenek a személyi jövedelemadó bevallásokban azoknak, akik elakadtak. A szakemberek a Tarcsai Vilmos utca 40 szám alatti üzletben április 16-án és 23-án délután 1 és 3 óra között várják az ügyfeleket, a Tarcsai Vilmos utca 9 szám alatti hipermarketben pedig április 25-én és 30-án szintén délután 1 és 3 óra között lehet az adóhatóság szakértőitől segítséget kérni. A rögtönzött ügyfélfogadási helyszíneken a NAV munkatársai a bevallással kapcsolatos teendőkben segítenek, bárki jóvá hagyhatja a NAV által készített tervezetét, leadhatja a papíralapú személyi jövedelemadó bevallását, ügyfélkaput nyithat, valamint munkatársaink segítenek az 1+1% elektronikus felajánlásában is. Többen életüket vesztették, amikor átszakadt Dunaföldvárnál a Duna gátja. Ez is része volt annak a probléma halmaznak, amit a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóinak kellett megoldaniuk egy katasztrófavédelmi gyakorlat részeként Szekszárdon. A diákoknak az 1956-os jeges dunai árvízzel kellett megküzdeniük az elképzelt szituáció szerint. Itt átszakadt a gát, és ide kellett a legtöbb erőt is eszközbe vonni. Átszakadt a Dunaföldvári Dunagát, ez okozta a legtöbb munkát az elképzelt szituáció szerint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóinak. Több mint 30 ezer ember ideiglenes kitelepítését kellett megoldaniuk a folyó Tolna megyei szakaszán, mielőtt megkezdték a károk helyreállítását. Mindenki nevében elmondhatom, hogy nagyon hasznos volt számunkra ez a gyakorlat, mivel azokat az ismereteket, amiket megtanultunk már elméletben, azokat most gyakorlatban is hasznosítani tudtuk. És hát szerintem azt is elmondhatom mindenki nevében, hogy kellően elfáradtunk a gyakorlat során. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 21 hallgatója két napon keresztül vehetett részt a Tolna megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezett katasztrófavédelmi gyakorlaton. A Tolna megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nagyon kiemelten fontosnak tartja azt, hogy azok a hallgatók, akik mondjuk a Közszolgálati Egyetemen végeznek, megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkeznek, és tettünk egy felajánlást, ami arra vonatkozott, hogy a végzős hallgatói állomány jöjjön le hozzánk, ismerkedjen meg az itteni viszonyokkal, próbálja ki a saját eszközeinket. A Magyar Polgári Védelmi Szövetség elnöke szerint a szekszárdi gyakorlat kiváló alkalmat teremtett arra, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói élesben próbálhassák ki azokat az ismereteiket, amiket az előadások során tanultak. Egyrészt az, hogy meg tudják-e maguknak szervezni a szolgálatot, tudnak-e reagálni a feladatokra, hogyan tudnak együttműködni a kijelölt szervezetekkel, a karitatív szervezetekkel, a társadalmi szervezetekkel, a rendőrséggel, mentőszolgálat, illetve az előjárókkal és az alárendeltekkel. Erről szólt ez a mai gyakorlat, ebben segítjük mi is az ő tevékenységüket. A kétnapos gyakorlat végére az egyetem hallgatóinak sikerült felszámolni a jeges áradás okozta valamennyi kárt.
Család és missziós napot szervezett a Tolna-Baranyai Evangélikus Egyházmegye Bonyhádon. A húsvétra készülődés hetében a béketeremtésre hívta fel a figyelmet Kondor Péter püspök. A nap folyamán számos rendezvény zajlott, amik főként abban segítettek az érdeklődőknek, hogy miként tudják kezelni a családon belüli problémákat. Bibliai, egészen pontosan a feltámadás történetét bemutató színházi előadással vette kezdetét az idei család és missziós nap. A bonyhádi rendezvény házigazdája, Aradi András Esperes azt mondta, az idei esztendő a békesség teremtésének jegyében zajlik. Igazából az első számú célunk az az, hogy itt az egyházmegye gyülekezeteinek egy olyan találkozási lehetőséget adjunk, amelyben megélhetjük a közös örömet, az, hogy a különböző gyülekezeteknek milyen örömei, nehézségei vannak, és amikor a különböző kicsi szorványokba élő evangélikus testvérek sokszor élik meg azt, hogy kevesen vagyunk, kicsik vagyunk, akkor ezek a rendezvények segítenek kicsit lelki föltöltődést adni, hogy megéljék azt, hogy mégiscsak vagyunk itt az egyházmegyében. A nap folyamán minden korosztály számára rendeztek programokat. Volt ugrálóvár és láthatatlan színház is, melyben a szereplők átélhették a történeteket anélkül, hogy akár szemkontaktust teremthetnének bárkivel is. Itt azért olyan momentumok vannak, hogy a béna meggyógyul, a lábat mosnak az embereknek. Vadidegenek teszik ezt, akit nem látsz, hogy kicsoda, szemkontaktusod sincs velük. Egész egyszerűen csak átéled azt, ami történik. És ez egy másfajta élmény lesz ezáltal. Sefcsik Zoltán, a szekszárdi gyülekezet vezetője azt mondta, nagyon fontos annak az élménynek a megélése, hogy nagyobb számban vannak az egyházmegyében, mint akikkel napi kapcsolatot tartanak. Ez is egy ilyen lelki táplálkozás, alapvető finom falatok, lelki táplálék, amit a püspök úrtól hallhatunk, meg ilyen kis desszertek, amik így a húsvéti szünetre felkészítenek minket nagy hétre is, majd az ünnepre is, mint ez az előadás például. A békesség mellett a család témája köré fűzték fel a különböző előadásokat. Szó esett többek között a nagyszülőkkel való kapcsolatról, a családon belüli hierarchiák szerepéről és a művészetek nevelő hatásáról is. Családfakutatók találkoztak Tolnán a hétvégén. A rendezvény résztvevői nem csak több száz éves dinasztiákat ismerhettek meg, hanem a szervezőknek köszönhetően Tolna történelmét is. Népi viseletbe öltöztetett baba és régi tárgyak. Többek között ilyeneket állítottak ki Tolnán, ahol a Magyarországi Németek Családfakutató Egyesülete megtartotta éves közgyűlését. A helyszín ezúttal Tolnára esett, ahol nem csak egy közgyűlést tartottak, hanem Tolnát is megismerhették az érdeklődők. Mert Tolna azon települések közé tartozik, amikor a német betelepítés során nagyon sok ember itt kötött ki ebben a Dunai kikötőben, és innen került a megye számtalan pontjára. Nagyon sokan letelepedtek itt, többek pedig a megyei birtokosoknak a területeire mentek tovább. A közösség 20 éve 2000-ben alakult Baján, és az idei első találkozóját tartotta meg. A tagok magyarországi német származású amatőr családfakutatók. Ehhez nyújtunk mi egy fórumot, egy találkozási lehetőséget, szakmai háttéranyagot, könyvtárat, stb. És az az egyik fő alapelvünk, hogy a találkozóinkat, a személyes találkozóinkat mindig máshol tartsuk. A Magyarországi Németek Családfakutató Egyesülete először rendezte meg Tolnán a közgyűlését. A családfakutatók az ország minden területéről érkeztek a Magházba, Tolna és Baranya megyéből, Bajáról, sőt még Budapestről és környékéről is. Húsvétváró családi programot tartottak szombaton Tolnán. Az esemény érdekessége az volt, hogy míg a gyerekek az ünneppel kapcsolatos kézműves foglalkozáson vehettek részt, addig a szüleik arról hallgathattak meg előadásokat, miként tudnak hatékonyan felkészülni egy állásinterjúra, például egy jól megírt önéletrajzot összeállítani. A programot egy a város által elnyert pályázat segítségével rendezték meg, ugyanennek a pályázatnak köszönhetően tudtak tavaly Tolnán kialakítani egy család és karrierpontot, aminek eredményeként még 2 éven keresztül tudja a város a munkaerőpiacra visszatérni szándékozó szülőket segíteni.
Azt látjuk, hogy egyre nagyobb az érdeklődés, egyre többen értesülnek a programokról, információkat szeretnének kapni, akár hogyha a hölgyekről beszélünk, hiszen a Család és Karrierpontban elsősorban a hölgyeknek szeretnénk a munkaerőpiaci felzárkózásban segíteni, ők érdeklődnek pályázati lehetőségek iránt, és az ilyen maihoz hasonló tréningprogramok iránt is érdeklődnek, ez a Család-gyermek vállalkozás nevet viseli, ezen kívül van Nőnek lenni jó program, is, ahol pedig stílus és frizura tanácsadással is segítünk. Tehát egyre nagyobb az érdeklődés, egyre többen tudnak róla, mesélik el a szomszédoknak, barátoknak, családtagoknak. Magyar-horvát meccset rendeztek Csikóstöttösön. Az eseményen a két nép közti barátságot erősítő találkozókat játszottak a Csikóstöttösi, a Dombovári és a horvátországi Antalfa öregfiúk csapatai. A rossz idő ellenére mindhárom csapat pályára lépett Csikóstöttösön, ahol a Dombóvári és a Csikóstöttösi öregfiúk csapata mérkőzött meg a horvátországi Antalfalva öregfiúk csapatával. Szép számmal részt vesz mindenkiben, három csapatos forduló lesz, ahogy mondtam, az Antunováci öregfiúk csapata van itt, a Dombóvári vasúti csomópont öregfiúk csapata és a Dombóvár Csikóstöttösi öregfiúk csapata vesz részt, ezért a mai napra kitűzött három kupáért, hogy mindenki nyertesen, izőjelben nyertesen távozhasson. Évente érkeznek Csikóstöttösre a horvát településekről, idén Antalfalva településének öregfiúk csapata látogatott el a településre. A hármas torna célja a barátságok elmélyítése volt. Nekünk Magyarország egy szomszédos, és ami a legfontosabb, egy baráti ország, és úgy, ahogy gazdaságilag együtt szeretnénk működni, úgy sport szempontjából is folytatni szeretnénk ezt az együttműködést, mondta Dragó Horvát, Horvátország pécsi főkonzulja. A meccseket a horvát-magyar barátság és a települések közötti összetartás erősítése érdekében rendezték meg. Regionális híreink következnek. Új üzemcsarnokot adtak át Bolyban, 800 millióba került a 3000 négyzetméteres épület. Okos zebrák, közlekedésbiztonsági fejlesztések Kaposváron. Rendőröket képeznek, a Pécsi Egyetemen tanulják a sérültek ellátását. Üzemcsarnokot adtak át Bolyban. Az új létesítményt egy holland cég kérésének megfelelően alakította ki az önkormányzat. A jövőben nagyméretű ponyva összeállítását végzik a 3300 négyzetméteres csarnokban. A teljes projekt 800 millió forintba került. Boly példa lehet a többi településnek is, hogyan kell fejleszteni a helyi gazdaságot, mondták az átadón. Ezt a 3300 négyzetméteres üzemcsarnokot adták át Bolyban pénteken. A létesítményt az önkormányzat építette az ipari parkban összesen 800 millió forintért. Ezt a csarnokot egy ponyvakészítő Indukon nevezetű Kft. Fogja bérelni, aki 100 méteres ponyvákat fog gyártani, és sőt enni nagyobbakat is tud, de ugye ebben a csarnokban előkészíteni 100x100 méter tud, utána azt még összeegezti. 15 fő munkavállalóval kezdik meg a termelést hamarosan. Boly a legjobb példa, hogyan valósítsák meg a települések a kormányzat helyi gazdaságfejlesztési elképzeléseit, mondja a terület országgyűlési képviselője. Ez egy 4000 fős kisváros, és ebben az ipari parkban 1300 ember dolgozik. Ezek hihetetlen szép számok. A rendszerváltás óta Hárs polgármesterről és a körülötte lévő csapat következetes abban, hogy nem csak várja, hogy munkahelyek létesüljenek valamilyen oknál fogva a városban, hanem ő ezeket a folyamatokat gyakorlatilag irányítja. Kis csoportos foglalkozásokat kellene szervezni a települési polgármestereknek Bolyba, mondja a megyei önkormányzat elnöke. Járjanak ide és nézzenek körbe, hogy honnét, hova, hogyan kellene eljutni. Az a fajta széles látókör, az a koncepciók, amik itt vannak, ez bemutatja azt, hogy honnét, hova, hogyan lehet eljutni 20 év alatt, mondjuk úgy a saját kútfőből, de ha ezt valaki másolná, vagy kérné a bolyiak segítségét, szerintem 10-15 éven belül föl tudna zárkózni, ugyanilyen bezzeg település lenne, mint amilyen Boly Baranyában. A Bolyi Ipari Parkban jelenleg 30 vállalkozásnak van telephelye, ezek fele külföldi cég. Az önkormányzat az optikai kábeltől kezdve a közüzemi szolgáltatásokon át minden infrastruktúrális hátteret megteremt a betelepülő vállalkozásoknak, amit tevékenységükhöz kérnek.
Új okoszebra segíti a gyalogosok közlekedését Kaposváron, a járdán érzékelők jelzik a járók előket, majd az autósokat a zebrán villanó fények figyelmeztetik a gyalogosokra. Tavaly egy ilyen okoszebrát építettek a Somogyi megyeszékhelyen, idén hármat. Kaposvár a közlekedés biztonság javítását kiemelt feladatának tekinti ebben az évben is, ezért alakítottak ki több új okos zebrát, mondta Szita Károly polgármester. Jelzi az autósnak, hogyha gyalogos kíván áthaladni ezeken a zebrákon. Ilyen okos zebra van már az Ezredév és a Somsics utca találkozásánál is. A járdán érzékelők jelzik a járók előket, majd az autósokat a zebrán villanó fények figyelmeztetik a gyalogosokra. Mint azt Heffer Attila, a városi rendőrkapitány elmondta, a közlekedés biztonság egyik fontos eleme a láthatóság. Vonatkozik ez a járművekre, a gyalogosokra és a kerékpárosokra egyaránt. Ezért döntött a város úgy, és csatlakoztunk és nagyon üdvözöltük ezt a kezdeményezést, hogy okos zebrákat alakítanak ki több helyen a városban. A véleményünket kikérték, és mi szakmai, baleseti és forgalmi adatok alapján adtuk meg azokat a válaszokat, hogy hol lenne érdemes ilyen gyalogátkelő helyeket létesíteni. Fontos, hogy megfelelő óvatossággal közelítsék meg a zebrát az autósok, a gyalogosok pedig csak akkor lépjenek az úttestre, amikor meggyőződtek arról, hogy ott nem jön jármű. A városi rendőrkapitány felhívta a kerékpárosok figyelmét is, hogy a szabályokat betartva a biciklit tolva haladjanak át a gyalogátkelő helyen. Tavaly a Honvéd utca egyik forgalmas pontján alakították ki, idén ebben az utcában egy másikat, valamint a Hősök templománál, és már az Ezredév Somsics utca találkozásánál is érzékelők jelzik a gyalogosokat. Mint azt Szita Károly polgármester kiemelte, az elmúlt három esztendőben 557 millió forintot költöttek Kaposváron a közlekedés biztonság javítására, és ezt a munkát idén is folytatják annak érdekében, hogy biztonságosabb legyen a közlekedés, és még kevesebb legyen a baleset. Sérült ellátásra tanítja a rendőröket a Pécsi Tudományegyetem. Pénteken írt alá együttműködési megállapodást az Országos Rendőrfőkapitányság és a PTE. Az összefogás értelmében a Pécsi Egyetem országosan képzi majd a rendőri állományt a gyors egészségügyi beavatkozásra. Felbőszült futballszurkolók és rendőrök csapnak össze ezen a videón. Az ORFK felvétele egy gyakorlatot örökített meg. Itt már az látszik, hogy sorfallal védik rendőrtársaikat kollégáik. A háttérben biztonságosan el lehet látni a sérülteket. Pont ez, vagyis a sérültek ellátásának mielőbbi biztosítása, tüntetés, baleset vagy más rendkívüli esemény esetén az, amire a rendőröket mostantól a Pécsi Egyetemen oktatják. Az együttműködést pénteken írta alá a két fél. Át nem fogjuk tudni venni az orvosok és a mentők szerepét sem, de ahogy számos esetben a tűzből is rendőrök mentik ki a bajba jutottakat, úgy nagyon sok és egyre több esetben fogunk majd találkozni a közterületeken, egyéb helyeken is arra rászorulókkal, és ha egy szakszerű, az orvosi szabályoknak leginkább megfelelő eljárást tudunk alkalmazni, akkor valószínűleg még több honfitársunk élheti túl. Ezen kívül a tanultakat az állomány tagjai nem csak rendőri beavatkozás során, hanem saját életükben is tudják alkalmazni. Ez is célja az összefogásnak. Reményeink szerint azt fog eredményezni, hogy egyre szélesebb körben, egyre jobb színvonalon tudjuk támogatni a rendőrségnek az egészségmegőrzéssel, az egészség megvédésével kapcsolatos tevékenységét is. Az együttműködés országos, vagyis Pécsen képezhetnek majd sérült ellátásra valamennyi magyar rendőrt. Interaktív hajós bemutatók is várták a gyerekeket Siófokon a szakmák éjszakáján. Elsősorban az általános iskolák felső tagozatosait várták a programra. Most megcsinálod szépen a csiszolást. A víz, gáz és fűtésszereléssel, a fodrász szakmával és a pénzvizsgálattal is közelebbről megismerkedhettek a gyerekek a siófoki hajóállomáson. A forrasztástól a szerelésig mindent megmutattak a diákoknak a szakmák éjszakáján. Mindenképpen érdekesnek tartom azokat a szakmákat, amelyek kézügyességet igényelnek. A másik kar itt a kezednél, ez az orsugár kormány, amiről már beszéltem is ott lent. Ez pedig már a Szigliget nevű hajó vezetőfülkéje. Ide is beengedték a gyerekeket, akik minden műszert tüzetesen megvizsgáltak. Szeretem az ilyen elektromos kütyüket, szóval szeretek szerelni.
Hát tetszik ez a szakma. A Siófoki Szakképzési Centrum immár harmadik alkalommal csatlakozott a kezdeményezéshez a Baross Gábor és a Kródi Gyula szakgimnáziummal. 6.-7. osztályosokat, sőt az 5.-eseket is, hogy minél előbb elültessük a gondolatot a kis fejükben, hogy érdemes szakmát választani, érdemes érettségére épülő szakmákat választani, hiszen például a mérnök képzéshez egyenes út vezet például egy szakgimnáziumból. A cél, hogy a jövőben is biztosítva legyen a szakképzett munkaerő hazánkban. A Szakmák Éjszakája nevű programon 4 általános iskola, közel 200 diákja vett részt. Végül mutatjuk, miről szólt a híradó. Gyerekgyilkosság, még egy hónapig biztosan elmeorvosi megfigyelés alatt tartják a gyanúsította. Bűnmegelőzés napja, vetélkedő és együttműködés a vagyonvédelem érdekében. Gyakorlat, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóit segítette a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Az összetartozást erősítették, horvát-magyar futballmérkőzést szerveztek. Kedden derült idő, szikrázó napsütés várható, az évszakos átlag körüli hőmérsékletre van kilátás. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, viszontlátásra!